Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Kaposváron. Köszönöm szervezőinek az áldozatos munkát. Rögtön vágjunk a közepébe. Már Sákyamuni Buddha idejében olyan tanítást lehetett hallani, amely túlmutatott a szavakon, a fogalmakon, és rámutatott igazi önvalunkra közvetlenül. Egy ilyen történetet szeretnék felolvasni. Ez a történet pedig így szól. Sem szavak, sem csend. Egyszer egy ember így szólt a Buddhához. Nem kérek sem szavakat, sem csendet. Erre a Buddha megmozdult ültőhelyében. Az ember magasztalni kezdte. Világok által tisztelt, együttérzésed felnyitotta a tudatomat, eloszlatta a téves nézetek fellegeit, és elvezetett a megvilágosodáshoz. Ezután leborult és távozott. Ánanda megkérdezte, mit tapasztalt meg ez az ember, és miért magasztalt? A Buddha így felelt, ő olyan, mint a jó ló, már az ostor árnyékára is ugrik. Kérdések, nem kérek sem szavakat, sem csendet. Hogyan felelnia? A Buddha megmozdult ültőhelyében. Ez mit jelent? Mit tapasztalt meg a Buddhát kérdező ember? Olyan, mint a jó ló, már az ostor árnyékára is ugrik. Ez mit jelent? Kommentár. Az ég, a föld, a fák, a vizek nem beszélnek, de a teljességet tanítják. Ha nem látod a helyes utat, az igazságot és az életet, kérdezd meg a napot és a holdat. Nézd meg azt a tanítást, amely nem függ a szavaktól, még a külön gesztusoktól sem. Egyedül attól függ, hogy ebben a pillanatban hogy vagy jelen. Lehetetlen visszakövetni, hogy 2560 évvel ezelőtt mi történt. Egy biztos, ami történt, az átjött hozzánk az évszázadokon keresztül. Amikor tételes vallásokról, szútrákról, egyebekről beszélünk, ez mind-mind a használati utasítás a Turmix géphez. Hogyan bontod ki a gépet, hogyan ismered meg a működését, és hogyan működteted magad és mások javára. Tehát mi a tudat? Mi a lélek? Mi az emberi élet? Ezt nem lehet pusztán szavakba foglalni, hanem sokkal inkább tapasztalati úton kell elsajátítani. Erre találták fel a meditációt. Erről szól az, hogy gyána, csanna, később csan, szon, illetve zen. A tapasztalati út az egyetlen, amely számodra kellő meggyőző erővel vagy imperatívussal bírhat. A puszta verbalitás elhívése, magadévá tétele mindaddig kérdéses, ameddig a mögötte lévő működést nem tapasztalod. Magyarul meg nem erősíted az állításokat, vagy pedig meg nem cáfolod őket. A Buddha ebből a szempontból nagyon világosan nyilatkozott a tanítás szóbeli részéről. Ne azért higgyétek el a tanítást, mert sok generáción keresztül át lett hagyományozva. Azért se higgyétek el, mert esetleg logikusnak, racionálisnak tűnik. Ne higgyetek pusztán az autoritásnak, a meggyőző erőnek, hanem vizsgáljátok meg a működését, és hogyha számotokra működik, akkor nőjetek fel hozzá. Ha nem, nyugodtan rakjátok félre, és ne foglalkozzatok vele. Tehát ennyire relatívnak látta a Buddha a saját tanítását, és ennyire engedte az embereket tapasztalni. És ez a fajta tapasztalás, ez elengedhetetlen az úton. Tehát amit te a saját szemeddel látsz, a saját füleddel hallasz, a saját szíveddel érzel, a saját intellektusoddal kigondolsz, az a te primér tapasztalásod. Ez az, amely hihető, de nem érdemes ragaszkodni hozzá, vagy éppen azonosulni vele. De ha ezek a csatornák nem tiszták, akkor az úton sem tudunk haladni. Itt ebben a koanban ez az ember kapott valamit a Buddhától, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, de valami benne átfordult, valami megnyilatkozott. És a koan gyűjtemény, sőt a koan praxis pont arról szól, hogy juttassuk el a tudatot abba az állapotba, ahol megnyilatkozhat valami más, valami több,
valami emberibb, mint ami addig volt, valami világos, amely nem függ a duális minőségektől, a fogalmaktól, a múlttól, a jelentől és a jövőtől. Ez az, amit tapasztalhatunk a zen segítségével. Még egy történetet felolvasok a teljesség tapasztalásának illusztrálására, és utána fogadom kérdéseiteket. A harang hangja. Egy napon, miközben a templom nagy harangját kongatták, a Buddha megkérdezte Ánandát. Ánanda, honnan jön a harang hangja? A harangból, felelte Ánanda. A harangból? Kérdezte vissza a Buddha. De ha nem lenne ütő, hogyan adná ki a hangot a harang? Ánanda sietve javította korábbi kijelentését. Az ütőből, az ütőből! Az ütőből? Kérdezte újra a Buddha. De ha nem lenne levegő, hogyan jutna el a hang idáig? Tényleg, hát persze, a levegőből jön. A levegőből? De ha nem lenne füled, hogyan hallanád a hangot? Igen, igen, hát szükségem van a fülemre, hogy halljam, tehát a fülemből jön. A füledből? Ha nem lenne hallásod, hogyan fognád föl a hangot? A hallásom által keletkezik a hang. Ánanda, ha nem lenne tudatod, hogyan észlelnéd, hogy hallod a harang hangját? Mire Ánanda így felelt, a tudat teremtette. Kérdések. Mindent a tudat teremt. Ez helyes? Honnan jött a harang hangja? Ha nincs tudatod, hová tűnik a harang hangja? Kommentár. Az igazság gondolkodás nélküli. Az igazság nem rezdül. A név és forma, jövés és menés sohasem léteztek. A tér és az idő folyton változik. A gondolatok világa az ellentétek világa. Ha nem gondolkodsz, nincsenek ellentétek. Láss, hallj, érezz, gondolkodj, beszélj és cselekedj tisztán. Ma volt egy meditációs workshopunk, többségetek részt vett rajta, és most pedig hallhattatok két zen történetet, amelyből egy is elég lett volna, hogy a zen szellemiségét egy pillanatra megmutassuk ebben a térben. Kinek van kérdése, akár a meditációval kapcsolatban általánosan, vagy a zennel, vagy éppen ezzel a zen hagyománnyal kapcsolatban, amit képviselek? A Buddha természetről kérdeznék, szóltál róla sokszor, megolvastam is, és úgy emlékszem, hogy arról szól, hogy mindenkinek van Buddha természete, mindenkiben lakik Buddha természet. Most az az én kérdésem, hogy ez a Buddha természet, ez a Buddha természet, aki mindenkiben lakik, vagy mindenkinek egy különálló Buddha természete van? Nincs különálló Buddha természete a lényeknek, mindenkiben ugyanaz a Buddha természet lakik. A karma miatt tűnik olyan kis különálló egyéni névre szóló Buddha természetnek. Egyébként mi vagyunk azok egyénileg, akik ezt a Buddha természetet realizálhatják, manifestálhatják. Tehát a lényeg ilyen szinten ugyanaz, de ez egy nagyon-nagyon egyoldalú kijelentés, mert emellé azonnyomban oda kell tenni, hogy a karmánk viszont radikálisan különbözik. Tehát ezért más mindegyikünknek az arca, amikor belenézel a tükörbe. Ezért más mindenkinek a hangja, amikor meghallgatod a másik ember hangját. Tehát lesarkítva és intellektuálisan kicsikét lesarabolva, lényegünk, Buddha természetünk az egyetlen, ami azonos. Az összes többi, ami már karma, ami már jelenség, az különböző. És ha néha-néha megtapasztaljuk ezt a Buddha természetet, tehát akkor ez egy felemelő érzés. A ráadott reakció lehet felemelő érzés, de amikor a Buddha természetet tapasztalod, akkor abban nincs szem, fül, orr, nyelv, test, értelem, szín, hang, szag, tapintás, íz, tudat, folyamat. Zéro. Viszont az egyévválás tapasztalatra, amit most szépen negatíve definiáltam, az arra adott érzelmi reakció az lehet felemelő. Egyben az értelmi reakció lehet teljesen lehúzó. Mert nem lehet elgondolni. Akkor a tudatod szembesül valamivel, amit nem lehet szavakba önteni. Értem. És a kérdés az még ehhez tartozva, hogy ugye megtapasztalom
pillanatokra, vagy esetleg időnként már hosszabb időszakra is egy-egy ilyen meditáció alkalmával, vagy egy-egy koannak a homlokon csapó hatása által, és utána mégis elveszik. Így van. Hogy lehet megőrizni? Szokás hatalma. Tehát amikor a karmád már gyengébb, amikor a szokások már nem annyira uralkodnak rajtad, akkor tovább meg tudod tartani. Itt van egy-két hátulütő. Ha le akarod ellenőrizni, hogy mennyire sikerül a Buddha természetedet megtartani, már el is veszítetted. Tehát támaszkodj a pillanat frissességére, a pillanat naszcens egyedül valóságára, és láss tisztán, hajj tisztán, és a többi, ahogy hallottad a kommentár végén. Ha ellenőrzöd a tudatot, ha definiálod a tapasztalatot, ha dobozba akarod zárni a Buddha természeted, és felrakni a polcra, hogy ez mindig ott legyen, kész vége. Hát nem azzal van a probléma, hogy nem tapasztalunk tiszta tudatot, hanem hogy nem tudjuk megtartani. És innentől kezdve van rengeteg munka, hogy ne essünk bele a minősítésbe például, amikor ezt a tiszta állapotot elérjük, és akkor, de jó, na akkor már vége is. Viszontlátás. Akkor kell visszatérni az, hogy a bot barna, a strandlabdák pirosak. És ha ez a tudatosság stabilizálódik, akkor előbb-utóbb a Buddha természet tapasztalata is stabilizálódik, hiszen az, mint a tiszta tér, mint a tiszta tükör, csak tükröz. Tehát merülj el a pillanat tükrözésében, amit látsz, amit hallasz, amit teszel, amit mondasz, stb. És ez a tisztaság, ez a tiszta tükrözés utána már a tapasztalat megtartásában segítkezik, sőt másképp nem is tudod megtartani. Ahogy ezt a régi kínai bölcsesség mondja, ha előkeresed, mögötted jelenik meg, ha hátrafordulsz, akkor előről fog közelíteni. Nem lehet megfogni. Tehát ami nem név és nem forma, azt hogyan kezeled? Mindig vissza kell térni a primér tapasztalásig, ami csak ez a pillanat, és csak a tiszta tükör. Működtesd, és kész. És gyakoroljunk minden nap. Egyéb kérdés? Miért van a karma, és honnan jön az? Miért hozod létre a karmát? Én kérdezlek téged. Miért hozod létre a karmát? Miért szeretsz enni, inni, látni, hallani, szagolni, tapintani, érinteni? Miért kell ez? Ugye megszületek, akkor... Ne rohanjunk sehova, hát az már egy sokadik művelet. Miért kell megszület? Igen, ide szerettem volna. Ez lett volna a következő kérdés. Hát ez a legelső kérdés. Tehát, hogy miért akarunk megszületni? Tehát te miért születtél meg, tudod? Na. A zen gyakorlat által erre is tapasztalati választ tudsz kapni. Jó, hogyha tőlem tudod, hogy a külsődleges válasz erre legjobb esetben elméleti, és a legrosszabb esetben teljesen irreleváns, magyarul nem rólad szól, hanem valami buddhista elméletalkotás. Ilyet meg itt nem csinálunk. Tehát, mi a dolgom? Ez a kérdés fog elvezetni ahhoz, hogy miért születtél meg? Az a motiváció, az a fajta hajtóerő a mai napig, ebben a pillanatban jelen van, amiért megszülettünk mindegyikünk életében. Ez az a felhalmozott karma, amelyet itt folytatni szeretnénk ebben az inkarnációban. És a miértre nincs egyértelmű válasz, mert egy ilyen hatalmas eseménysor lesz a válasz, aminek nincs kezdete és nincs vége. Tehát, hogy te miért vagy itt, az abban a kérdésben kulminál, hogy mi a dolgom. Dolgozz ezzel a kérdéssel. Minden nap tedd föl meditáció közben. És akkor kiviláglik, hogy mit hoztál le, valójában mit szeretnél, és akkor szellemileg is, és egzisztenciálisan is önálló vagy. Ezt a fajta önállóságot sehonnan máshonnan nem lehet megkapni, csak a saját gyakorlatod által, melyet segíthet a tanító, a tanítás és a tanítványi közösség, és te viszont segítheted őket, de a tapasztalatot nem helyettesítheti semmi. Úgyhogy tedd fel a kérdést, dolgozz a kérdéssel, aztán viseld el a választ. Szívesen. Egyéb kérdés? És hogyha meghalunk, mi van utána? Akkor jó lesz? Tehát akkor az egy olyan...
Te hány évet éltél idáig? Mitől lenne jobb vagy rosszabb, mint itt ebben a testben? És képzeld el, hogy vezettél egy autót, sikerült 500 ezer kilométert beletenni, mert nagyon jó vigyáztál rá, és akkor egyszer csak darabokra esik, és már nem lehet javítani, te kiszálltál. Mivel szükséged van egy új autóra, keresel egyet, és beleülsz. Viszont a sofőr tudata az nem változik, az vezetni akar. Tehát ha ezt a testet otthagytad, akkor akaratod, vágyaid és egyéb karmád az szépen egy következő test felé mutat. Amilyen tudattal élsz ebben a testben, amilyen karmát tovább viszel ebből, pontosan olyan lesz a következő. Ezért kell ezt az életet, ezt a pillanatot nagyon megbecsülni. Ezért kell az inkarnációt üveghangra kihúzatni a tudatosság mezején, azért, hogy minőségi változást érjünk el. És ne pontosan ugyanúgy vagy hasonló karmával szálljunk be a következő autóba, mint ebbe. Mert azt ugye egyikünk se ismételné meg szívesen. Hát én inkább tanácsot szeretnék kérni, vagy valami útmutatást ahhoz, hogy maradjak tudatos. Mert én úgy érzem, hogy van egy polgári foglalkozásom, van egy polgári életem, megismerkedtem különböző ágazatokkal, ide segítettek, hogy ezt is megismerhettem, és érdekel, de a mindennapokban, ha elvisznek az érzelmek, a mindennapi problémák, mondtál így itt a workshopban egy olyat, hogy nagyon sokat segít a mantra, ami visszahoz. De hogy ezen kívül mi tud nekem még segíteni ahhoz, hogy tudatos legyek, és tudjak odafigyelni, másokkal együtt érezni. Ilyesmire szeretnék egy kis tanácsot, esetleg útmutatást. Nem elég az ettigi? Minek cifrázzuk, mondjad? Ott a mantra praxis. Bőven elég. De egyébként, amit most látsz, most hallasz, most gondolsz, most érzel, az mind segít a tudatosságban. Valamihez képest már észrevetted, hogy ezek a tudattartalmak elvittek. Valami már visszahoz ide. Csinálj belőle még jobb szokást. Szívesen adnék neked különböző ilyen zen egységcsomagokat a per 1, per 2, per 3 változatból. Nincsenek ilyenek. Megmondom miért. Minél egyszerűbb, annál jobb. Minél eszköztelenebb, annál sebezhetetlenebb. És innentől kezdve a tudatosságod, hogyha pár évig gyakorolsz rendesen, teljesen önálló lesz és eszközfüggetlen. Tehát már a jelenlétben megnyilvánuló ingerhatásokat használod föl arra, hogy ne ragaszkodj semmihez. A tudatban aktiválhatod az öntisztító folyamatot pillanatról pillanatra. És egyenesen nézel előre, műveled az életedet, amikor kell beszélsz, amikor nem kell hallgatsz, és innentől kezdve a tudat egy önszabályzó, öntisztító mechanizmusra rád. Ehhez viszont dolgozni kell. És van, amikor annyi energiát veszítünk, hogy leáll ez a mechanizmus, ahogy a repülőgép is tud ugye, utazó magasság alá süllyedni, és akkor a felhők között egy kicsit turbulencia. Amíg 12 000-en fönn vagy, semmi ilyesmi. Tehát nagyon fontos az, hogy a tudat elérje azt a fajta üzemhőmérsékletet, vagy azt a fajta mindennapi tisztaságot, erőt, állóképességet, ezeket a minőségeket, ahol már nem szorongunk. Például, ahol már nem olyasféle dualisztikus reakciókba menekülünk bele, amelyek eddig mencsvárat nyújtottak, de aztán kiderül, hogy újabb és újabb felhő rétegeket teremtettek. És ehhez gyakorolni kell. Nehogy azt hidd, hogy a tiszta tudat nem egy kondicionált állapot. Az. Nem mindegy, hogy mire kondicionálod magad, vagy mire hagyod, hogy a világ kondicionáljon téged. Irányvétel, megfelelő módszer és folyamatos törekvés. Ezt a zenben úgy fogalmazzuk, hogy nagy kérdés, nagy bátorság, nagy hit. A nagy kérdésről hallhattatok a workshopon. Mi ez? Ez az az ágens, ami letisztítja a tudat tükrét, és nem hajlandó a tárgyat és a tükröt összemosni, az alanyt és a tárgyat megkülönböztethetetlenné összegyógyulni.
Nagy bátorság az az, hogy bármi történik, megtartod ezt a kérdést. A legszélsőségesebb helyzetekben. Soha se fordítasz neki hátat, mert mindig tudatos akarsz maradni. Gyönyörű szándék. És a nagy hit az abból a tapasztalatból származik, amelyet a bevezetőben is említettem. A zenben főleg nincs olyasféle dogmatika, amit te neked el kellene hinned ahhoz, hogy jó zen gyakorló légy. Itt a tapasztalatod győz meg. Az se nagyon, csak egy továbblépés erejéig, ugye? És innentől kezdve önálló vagy, és ezért tudsz együttműködni. Nézd meg, hogy az együttműködés hiánya az általában valamiféle hamis önkép vagy felvett identitás mögé való bebújással kezdődik. És amikor kibújunk a saját kis kitimpáncélunkból, akkor tudunk autonóm, szabadon választott módon együttműködni a másik emberrel, csoporttal és a többi. A tudatosság az egyetlen egy eszköz, amivel igazi minőségemelkedést tudunk végrehajtani. Nézd meg azt, hogy mi az, ami beszennyezi, és ne kövesd el. Ha elkövetted, pucold le. Hogyan tudsz magadnak és másoknak segíteni egyaránt, hogy tudatosabb legyen, világosabb elmével éljen, együttérzőbb szívvel éljen. Ezek rengeteg munkát adnak nekünk. Ezért kell gyakorolni. És hogyha már annyi életet élünk, hogy már az összes karmánkat kijavítjuk, vagy most nem tudom ezt, hogy mondjam, akkor utána mi lesz a következő? Tehát a karma után, vagy kik leszünk, vagy hova kerül az ember, hogyha már egy olyan karmikus szintet, egy ilyen karma iskolát úgymond kijár, és már nem lesz neki olyan vétsége, vagy nem tudom, akkor hova kerülünk? Vagy mi lesz a következő? A pokolba. És ennyi? És akkor ott megsemmisítik a tudatod, vagy mi lesz? Dehogy. Ott kezdődik az igazi munka. Szungszerzen mestert megkérdezték, hogy hova kerül a halála után, és úgy, hogy a 20. századi négy élő Buddha egyike volt. És akkor megmondta Szungszerzen mester, hogy hát én a pokolba megyek. Zenmester, zenmester! Hát az nem lehet! Hát annyi jó karmát csinált, megvilágosodott, csak az összes többi érző lényért, hogy a pokolba megy? Olyan nincs, hogy egy ilyen kaliberű zenmester a pokolra jusson. Azt mondja, dehogy nem, ott lesz a következő zenközpont. Én olyan csodálatosnak, gyönyörűnek látom ezt a világot, amiben itt élünk a Földön, a természet mikro részétől a makro szintekig is, tehát egy ilyen gyönyörű rendszer, egy gyönyörű törvény uralja. És úgy érzem, hogy ez az ember nélkül is tökéletes, hogy hát érzek is magamban egy olyan oldhatatlan, időnként csak szemrehányás, de időnként úgy túl is lobban bennem egy ilyen ellenszenvi az emberiséggel kapcsolatosan, hogy úgy tűnik, hogy mi ebben a világban csak egy ilyen kártékony lények vagyunk, és tesszük tönkre. Hogy tudom én ezt meghaladni, ezt a, érzem, hogy ez helytelen hozzáállás, hogy az embernek a megjelenésétől, és hogy az ember megjelenését én inkább csak egy hibának érzem a világban benne, de úgy tűnik, hogy érzem, hogy ez nem jó gondolat. Igen, ez a hiba a négyzeten. Képzeld el, hogy ha nem jelenne meg az ember ezen a földön, akkor hogyan érnénk el a felébredést? Tehát a föld az egy nem jó vagy rossz hely. Különböző iskolák és hagyományok különböző címkéket ragasztanak erre a szerencsétlen bolygóra. Nem jó vagy rossz hely a Föld, hanem a mi tudatunk tökéletes tükre. Tehát ahogy élünk a Földön, az a tudat minőségünket, a hordozott karmánkat 100%-ig tükrözi az ok és okozat törvényén keresztül. Ezen törvény a dharma megismerése lehetőségünk és egyre inkább kötelességünk. Sok valami csodálatos, de az ember nélküli föld az nem egy csodálatos világ. Nem azért, mert nem lenne éppen szép és jó. Ezt lemodellezték, hogy 1000 évvel az emberiség után, van egy ilyen dokumentumfilm, és annyira gyönyörűen működnének itt a rendszerek, meg a természet, meg minden. Kiderül, hogy 300-400 év múlva semmi nem maradna ebből az egészből, amire mi most olyan büszkék vagyunk, mint technikai civilizáció, meg egyebek.
az utolsó ilyen utat, meg műanyagot, meg felhőkarcot, meg egyebet, azt olyan 400 és 700 év között a természet így teljesen tacsra bombáznák különböző kis részecskékkel, oxidációval, hőingással, ezzel, azzal, amazzal, úgyhogy viszontlátás emberi civilizáció. Nem így tenném fel a kérdést. Úgy tenném fel a kérdést, hogy ha már itt vagyunk, akkor fedezzük már föl, hogy miért inkarnálódtunk ide. Miért vettük föl ezt a kétharmad részben víztestet egy tűztípusú lélekműködéssel? Miért oxidáljuk szét magunkat nagyon rövid 70-80 év alatt? Mi a dolgunk ezen a világon, amely elképesztő pontossággal tükrözi vissza az összes karmánkat beszédben, cselekedetben, érzelemben, gondolatban, az összes érzékszervi csatornán. Tehát az egy harmónia ábránd, egy aranykor mítosz, hogy jaj, milyen szép lesz az, amikor így emberiség nélkül, majd a föld, majd begyógyul, ki veszi észre? Az ember tudná csak észrevenni, de mihelyt lehozta a berendezést, azonnyomban megváltoztatta a vizsgálat tárgyát. A Földet, elég radikális módon. Tehát ez a Föld, ez vagy velünk lesz normális, vagy pedig nélkülünk teljesen irreleváns, mert akkor mi elkezdhetünk máshova inkarnálódni, hogy ugyanezt végrehajtsuk. Hát ezzel a bolygóval kéne jól sáfárkodni, de nagyon. Szóval mire használjuk az itt töltött időt? Közösen. Ez a kérdés. Felelősségünk van a minket körülvevő világ, meg a saját környezetünk iránt, és hogy ezért mi magunk tehetünk. Tehát ebből ez következik nekem. Ebből az következik, amit te szeretnél. Ugyanis a dolgok üresség természetűek, pontosan azt a következtetést vonod le belőle, amely a saját tapasztalatodból következik. Nincs ebből következő felelősség, mert ha lenne, nem így néznénk ki. Hát nem így lenne 7,3 milliárd közös karmája, olyan könnyű lenne te. Megszületsz, fölnősz, kicsit kinyílik a szemed, egy-két pofont kapsz az élettől, azon nyomban felelősségtudat, gyönyörűséges, erkölcsi, etikai, egyéb imperatívuszok, és mennénk, mint a kis robothajó előre a megváltás óceánján. Hát nem ez van. Nem ez van. Az következik belőle, amit meglátunk. Az az imperatívusz, amit elfogadunk. A dolgok önmagukban nem jelentenek semmit. Mi valahogy értjük őket, mi valahogy látjuk az okozati kapcsolatot, és mi valamilyen következtetést levonunk belőle, de önmagukban nem jelentenek semmit. Itt vagyunk most, észleljük ezt a környezetet, amiről nem mondjuk, hogy jó vagy rossz, de hogy mégis csak tükrözi a környezetünk azt, amit mi csinálunk vele, meg a minket körülvevők. És ha nincs felelősségem, akkor oké, de akkor mégis mit kezdjek ezzel, ami tükröződik? Ha válasz felelősséget, akkor van. Ha nem válasz felelősséget, akkor az okozatiság majd megtanít, hogy valójában mit csináltál. Ugye nem ismeretlen az a fogalom, hogy következmény nélküliség. Ugye? Ezt a szót kerestem. Igen, ez az, ami nincs. Tehát a következmény nélküliség az akkor állna fönt, hogyha nem lenne kiváltó ok. Dhammapadát olvasd el, Buddha nagyon világosan tanít. Ha van ez, akkor van az is. Ha nincs ez, akkor az sincs. Tehát ha létrejön a kiváltó ok, ha van primér karma, akkor onnantól kezdve van annak következménye. Tehát csak akkor nincs következmény, ha nincs eredet. Tehát csinálok valamit, annak lesz egy következménye. Biztos. És az jön velem szembe, tükrözve. Vagy hátulról csap egy nagyot, teljesen minden. Tükrözve, hogy mit csináltam. Igen. És ez nem csak rám vonatkozik, ez mindannyiunkra vonatkozik, és ebből lesz egy közös karma. Így van, és ezt előbb-utóbb meg kell látnunk, mert ha nem látjuk meg, akkor a következmények ott tornyosulnak a szeméttelepen, és nem tudjuk a karmát szépen visszaforgatni, komposztálni és valami újba beruházni.
pedig ez lenne a mi munkánk, és nem is kevés. És akkor, hogyha felismertük a felelősségünket, akkor tapasztalhatjuk a szabadságot is. Ez nyugaton általában nem így megy. A szabadságfogalmunk rendkívül infantilis, és rendkívül vágyhoz kötött. És azt akarjuk, hogy egy tökéletes, mindentől mentes, csak boldogság, csak feltétel nélküli gyönyörűségek, ez a szabadságfogalom. Na, amikor ez nem sikerül, akkor frusztrálódunk, utána pótszereket keresünk, és utána a szenvedélybetegség itt bekacsint az ajtó, mert annyira akarod a mennyországot, hogy minden más gondolatot, érzelmet képes vagy kiirtani magadból azért, hogy csak úgy érezd magad, ahogy az számodra a feltétel nélküli szabadság non plus ultrája. Na, ekkor szoktunk valami segédeszközhöz nyúlni, az meg minket letarol. Úgyhogy vigyázzunk ezzel. A szabadság és a felelősség együtt jár. Ugyanannak az éremnek a két oldala. Legalább aki kutyát tart, azt tudja. Tehát a kutyáért elkezdesz felelősséget vállalni, mert megvetted, megkaptad, befogadtad. Akkor az a te felelősséged, hogy az a kutya sétáljon, egyen, igyon, kakíjon, tréningezzed, stb. Stb. És akkor te vagy a kutya gazdája, te vagy a kutya mestere, te vagy az, aki a kutya szabadsága fölött dönthet, mert elvállaltad a felelősséget. Na most, ha ez egy kutyával megy, akkor úgy miért nem menne mondjuk embertársainkkal is az emberi kapcsolatok szintjén, a földdel, a földi élet szintjén? És a válasz az, mert tele vagyunk téves nézettel. Tele vagyunk olyasféle fixa ideával, berögződöttséggel, kapzsisággal és düvel, amely meggátolja ezt a tisztánlátást, amelytől helyesen felelősséget tudnánk vállalni, és így a szabadságot is el tudnánk érni. És gondolod, hogy ez a Föld nevű golyóbb is nem lenne alkalmas körülbelül 50 milliárd ember eltartására? De csak mondjuk a világ költségvetését egész másképp kellene átrendezni, és ugye egy kicsit az esőerdők, sivatagok, tengeri erőforrások és stb. Vidékén rendet tenni, mondjuk, vagy a termőföld pusztulást megállítani, ahol még van, normális vetésforgókat kialakítani, ahol van normális termőtalaj, 20-30 év munka. Tehát elképesztő, mit tudnánk csinálni ezzel a földdel, hogyha megfelelő akkor irányba mondjuk. Szerint elég sok feladatunk van. Ha elvállaljuk, akkor igen. Ha nem, akkor pedig feleslegesen fogunk nyomorogni. Teljesen feleslegesen, nincs ilyen sors, nincs ilyen végzet, mi csináljuk az egészet. Felébredettségünk mértékében, vagy annak hiányában tapasztalunk szenvedést vagy boldogságot. A karma, az, ahhoz miért ragaszkodunk? Tehát, hogy az miért egy ilyen központi, fix dolog, hogy karma? Azért, mert úgy tűnik, hogy a bennünk lévő okozati folyamatok, érzékszervi folyamatok, azok annyira fontosak ahhoz, hogy mi életben legyünk, hogy ezekhez ragaszkodunk. Tehát karma az, hogy látsz valamit, karma az, hogy hallasz valamit, karma az, hogy én érzeted van. Ezekhez azért ragaszkodunk, mert úgy tűnik, hogy ezek hiányában nem élnénk. Gondold el, hogy az európai társadalom az mennyire arra a Descartes-i gondolatra épül, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Kísérlet következik, figyelj jól! Ha a Descartes-i kijelentés igaz lenne, akkor ebben a pillanatban, amikor a bot megütötte az asztalt, mindenki meghalna. Mert abban a pillanatban nem gondolkodtál. Ennyire ragaszkodunk a karmához. Hogy évszázadokon keresztül elhisszük, mert nem megyünk a mélyre, nem merünk kérdezni, nem merünk a karmával nem azonosulni. És így a karmából sors lesz az út helyett. És falat építünk a képzetekből, ahelyett, hogy utat építenénk a tapasztalatainkból. Tehát, hogyha nem ragaszkodom, akkor utat építek, igaz? Cégfüggvénye, de igen. De akkor valamilyen szinten, akkor igaziból az áram, tehát akkor a megérzésekkel és az áramlattal kéne haladnom? Óvatosan ezzel. Tehát volt, akik mentek az áramlattal, és a Fekete-tengerbe találták magukat nagyon gyorsan. Haladj azzal, ami éppen előtted van. Ismerd fel a helyzetet.
teremts kapcsolatot helyesen, és cselekedj helyesen. Én óvakodnék ettől, hogy áramlat. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeket a dolgokat a maguk helyére tegyük. Elméletből ezt nem lehet soha levezetni, csak látod azt, hogy mi történik, ha ragaszkodsz, és akkor kölcsönös ragaszkodás áll fönt mondjuk egy párkapcsolatban, pillanatok alatt ilyen bilincszerű borzalom lesz az egészben, és mindenki repeszt a szélrózsa bármely irányába, csak szabaduljon meg attól, akit két évvel azelőtt teljesen 1400 fokos fehér ízzásig szeretett. És utána szépen lefordították a kapcsolatot formákra, együttélésre, egyebekre, stb. Eltelt két év, és a hátuk közepére se akarják a másikat látni. Pontosan azért, mert egy olyan ragaszkodó, kötő, szabadságot megvonó kapcsolat keletkezett, amelyből a finomabb értékek teljesen kiszorultak. Úgyhogy ezért kell a középúton járni, és ezért kell nagyon óvatosan bánni azzal, hogy milyen irányban viszünk kapcsolatokat, hogyan viszonyulunk a másikhoz, mert az a világhoz való viszonyunkat is alapvetően meghatározza. Beszéltünk a kutyákról is, és én azt szeretném kérdezni, a kutya ugye ragaszkodik a gazdájához? A kutya ragaszkodik a gazdájához? Igen. Nem tud mást. Ha tényleg a gazdája, és nem csak a tartója vagy a tulajdonosa, ragaszkodik hozzá, és gyönyörű módon. Hát ez a fajta feltétel nélküli érzelmi ragaszkodás a fehér istenséghez, a két lábúhoz, hát az az, amiért a legtöbb ember kutyát tart. Mert erre tud kondicionálni egy állatot, és ráadásul vissza se beszél. Tehát ez nagyon is erősen tud ragaszkodni. És egy kutya képes kiválasztani a gazdát magának. Például egy menhelyen, hogy nem én választom ki a kutyát, hanem a kutya választ ki engem. Hogyan? Vagy miért? Azt kérdezd meg a kutyától. Egyébként mint nem csak a kutya, a ló is, minden melegvérű állat meg tudja érezni az érzelmi spektrumodat, és abszolút. Engem egy ló választott ki egy egész 50 lovas istálóban, és az, amikor az megtörténik, akkor elolvadsz. Tehát ez fantasztikus, ahogy érzik azt, hogy ki legyen a gazda, ki tenged a hátára, ki az, aki a gondját viselje. Hát ezek felcserélhetetlen tapasztalatok, mert csak azért is, mert ha az inverze fordul elő, akkor azért meg kell hajolni és el kell engedni az állatot, és nem összetörni azt a kondicionáltságot, ami benne van. Nem választott ki a ló, vagy a kutya, vagy az egyéb ilyen emlős állat, akit mondjuk az életed részévé akarsz tenni bármi módon, akkor azzal nem szabad harcolni, keresni kell egy másikat. Az atavisztikus ösztönök elképesztően erősek oda is, és vissza is. Tehát persze, be lehet törni egy lovat, szét lehet kondicionálni egy kutyát, de minek? Miért tennél erőszakot a természetén? Ő úgy jó, ahogy van. Emellett kell idomítani, kell tanítani, kell jártatni, stb. De nagyon egyértelmű, például a helyesen idomított vagy tanított ló esetében, ő nagyon világosan jelez, hogy téged a hátára akar-e venni, vagy sem. Nagyon világosan. És azt nem meglátni, és nem meghallgatni, az teljes barbarizmus. Mi történik azokkal az emberekkel, akik öngyilkosok lesznek? Ez a korábbi karmájuk függvénye. Senkinek nincs ugyanolyan karmája. Egy biztos, kétféle öngyilkosság van. Az egyik, és gondolod, hogy most a figyelemfelkeltőről beszélek, nem erről fogok beszélni. Arról fogok beszélni, amikor egy időzített halál van, ezt a kegyes halálnak is szokták mondani, akkor valaki bizonyíthatóan, többszörösen átvizsgálva végállapotú beteg. Csak még a testben van. Van hátra egy hete, három hete, hat hónapja, teljesen mindegy, de például egy rákos transzmutáció gyűjtemény több orvoscsoport véleménye szerint, vagy meglátása szerint, tehát biztos, hogy meg fog halni. Nincs visszaút. És ekkor, hogyha valaki Jack Kevorkian nevét ismeri, Amerikában volt egy ilyen ugye, kegyes halál nevezetű intézmény, a páciens az utolsó erejével lenyomott egy gombot, és akkor egy berendezésen keresztül olyasféle vegyület jutott a szervezetébe, ami leállította a szívét, a lélegzetét, fájdalomcsillapító volt benne, magyarul nem szenvedett, csak egyszerűen létfunkciók megszűntek, és viszontlátás.
Ez számomra egy időzített halál és nem öngyilkosság. Ez az inkarnáció befejeződése, csak nem várták végig azt a szenvedést, amely teljesen felesleges, szenvedett már eleget. Tehát ez nem lett volna része annak az életének, hogy ezt végigvigye? Mindenki szabadon dönt. Most menj be egy elfekvőbe, menj be egy rákos betegeket ápoló kórházba, és nézd meg, hogy mit szenvednek azok az emberek. Az nem tartozik a saját döntéseik közé, vagy a lehetőségeik közé, hogy azt mondják, hogy elég volt. Nincs ilyen végzet, hogy te neked végig kelljen szenvedned még 6-8 hónapot, sőt, amikor mesterségesen életben tartanak, akkor még plusz karmát szedsz össze, mert állandó energiát és odafigyelés sajátítasz el a környezetettől. Teljesen felesleges. Mindenki döntse el, hogy ki akarja tölteni ezt az időt, vagy pedig végállapotú betegség esetén azt mondja, hogy köszönöm szépen, elég volt, ezt filmre veszik, aláírják, orvoscsoport 1-2-3, és utána viszontlátás mehet. Nincs ez semmi baj. Tudod? Tehát nem szabad a rendszer áldozatának vagy függvényének feltüntetni magunkat, csak azért, mert nyugati egészségügyi szolgáltatást veszünk igénybe. Úgyhogy számos ilyen történet, hogy az emberek menni akartak, mentek is, és semmiféle rossz álom nem következett be az itthon maradottak tudatában. Tudott menni a hozzátartozó, nem nézett vissza, nem vágyott vissza, ment tovább az útján, és kész, és nem jött be lány, fiú, unoka és egyebek álmába, hogy jaj, még egy kicsit maradnom kellett volna, stb. Vége, kész, befejezte. Na most, amikor nem erről van szó, akkor nagyon kemény, azt mondom, inkarnációs törés következik be, mert nem csinálta végig. Tehát visszafordult, megtört a nehézségek közepette, nem találta a kiutat. És ekkor van az, hogy általában a középkori válság, tehát életközépválság, az abból szövődő nehézségek, vesztességek, stb. Ereje teljében meg tudná oldani, de egyszerűen eldobja magától az életet, mert fél, nem bízik magában, azt hiszi, hogy a világot hagyta, hogy senki se szereti, és akkor ezek a nagyon depresszív tünetek szépen belehajszolják egy negatív spirálba. Na, ekkor kell segítséget kapni, ekkor kell segítséget kérni, és ekkor kell felállni ebből. És hogyha feláll valaki ebből, az már egy teljesen új személyiség, mert elkezdett valamiben bízni, elkezdett valamit cselekedni, elkezdte hátrahagyni a mintázatait. És akkor lesz belőle egy új élet, még ugyanabban a testben. Ezt hívjuk újjászületésnek, az újraszületés helyett. Az újraszületés azt jelenti, hogy egy újabb testet veszel föl, az újjászületés azt jelenti, hogy ugyanabban a testben új emberként tudsz a saját poklodból feljöve ismét működni, ismét élni, és már bőven nem magadért, hiszen az a magad az eltűnt, többszörösen porrázúzódott. És hogyha abból valaki föl tud állni, akkor új ember lesz. Én kívánom azt, hogy mindenki töltse ki azt a természetes élethosszat, amely azt jelenti, hogy az inkarnációs célját megvalósította. Az élethossz az előre determinál? Nem, nincs determinálva. A saját karmád előre gördítése határozza meg. Van, aki lerövidítheti a saját életkorát, van, aki meghosszabbítja. Egy kicsit más témát szeretnék felhozni. Ez a Gyémánt Szutrának egy olyan részlete, ami elgondolkodtam, és hát azok után, hogy itt most órák óta beszélgetünk, azért megemlíteném, hogy azt mondja a Gyémánt Szutra, hogy a szavak nem tudják kifejezni a világ valódi természetét. És ugye mi itt hosszan beszélünk róla, és akkor mi a világ valódi természete? Tehát ez a, amiről itt nem beszélünk, az az. Mi az, ami benned fölteszi a kérdést? Hát, akkor gondolom a... Ne gondold, mert akkor már messze vagy. Uh-huh. Na, ahonnan a gondolkodás előtt jönnek a kérdések, abban meg tudod találni a világ valódi természetét. És amit pedig fogalmilag beszélünk róla, az pedig egy... Az az intellektusodnak táplálék. Éhes elme jelentéssel álmodik. Azért beszélünk ennyit, hogy az intellektusod valahol kapjon táplálékot, hogy a kognitív térkép kirajzolódjon,
ha döntést kell hozni, akkor az megfelelő irányban történjen. Egyébként felesleges az összes szó. De mivel van elménk, gondolkodunk, van szívünk, érzünk, van időélményünk, lineáris és ciklikus, ezért szükség van a fogalmakra. Egyébként nem. Hogyha meghalunk, akkor tudni fogjuk, hogy kik voltunk, vagy pedig akkor ezt így elvágják, ezt az emlékezetet, és abban a pillanatban már egy olyan dimenzióban leszek, hogy azt se tudom, hogy én most ki voltam. Most tudod, hogy ki vagy? Figyelj, vannak személyes adataim, igen. Meg tudom, Isten, hogy... Isten ments, nem arra de, vagyok kíváncsi. De igen. Te tudod-e, hogy ki vagy? Igen, én tudom. Ki vagy? Éppen ami most jelen... Magyarázat nem jó. Amit most érzek, az vagyok. Mit érzel? Hát én most elégedettséget, vagy jól érzem magam. Én most ezt érzem, és én úgy érzem, hogy most ez vagyok. De a következő pillanatban lehet, hogy felbosszantasz, és már nem ez leszek. Tehát, hogy én... Erre figyelni fogok. Jó, nem, most csak azt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy az vagyok, amit érzek. Nézd meg, hogy mi az, ami benned látja ezt a változást, hogy most elégedett vagy, tegyük fel, de nem biztos, hogy ez sokáig megmarad. De van valami, ami látja az elégedettség jelenlétét, vagy hiányát. Mi ez? Mi az, ami látja ezt? A tudat. És mi a tudat? Az te vagy, vagy sem? Hát szerintem nem. Nem. Akkor a tudat az egy ilyen külön csomag, amit kapsz, használod, azt leteszed? Vagy hogy van ez? Nem tudom. Mi a lélek? Mi a lélek? Ez a házi feladat. Sőt, mi az, ami látja ezt a lelket? Mi az a tudatosság, amelyben a lélek tartalom megjelenik? És amikor megjelenik egy karma, legyen az gondolat, érzés, vagy egyéb, javaslom, hogy tedd fel a kérdést, hogy ez a karma, és igazi önvalom, azonos vagy különböző? És nézd meg, hogy milyen választ kapsz rá. Nehogy azt itt, hogy ezt így el lehet dönteni, hogy te valójában ki vagy. És nagyon fontos az igazi önvalom tapasztalata azért, hogy se az élet, se a halál, se a születés, se a meghalás egyetlen fázisában se veszítsük el igazi önmagunkat. Ezért teszem fel a kérdéseket. Tehát a téves nézeteket a tisztánlátás pajszerével szépen lefeszítjük magunkról. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ezért jó a kérdés, amely igazi önvalónkra irányul. Tehát, hogyha én az önvaló, találkozom az önvalómmal. Hogy tudná találkozni, mikor ez az, ami keresi? Gondold-e, nem kettő önvalód van. De amikor meghalok. Lehet, hogy akkor találkozom. Nem találkozol semmi. Temető lesz meg, temetkezés, semmiféle önvalóval való találkozás. Ha addig nem volt, nem lesz. Miért? Meg kell hozzá születni. Passz. Meg kell hozzá születni. Hogyha nem vagy érzékszervhez kötött állapotban, nem tudod meghaladni. Oké? Okay? Ezért a legnagyobbak is, Buddha, Jézus, Lao Tse, stb. Emberi testbe születtek újra, és úgy érték el a megvilágosodást. Nincs más út. Ha lenne, ezek a gyönyörű, nagy, megvilágosodott elmék bemutatták volna. De őket is megszűtte anyuka, ők is fölnevelkedtek, ők is gyakoroltak, sőt, szenvedtek előtte, alatta, elérték a felébredést, és utána tanítottak. Nekem az lenne a kérdésem, hogy tehát én a lényeget azt tudom, hogy ezzel a meditációval hova lehet eljutni. Ezt kétszer megtapasztaltam az életemben. De akkor már, amikor benn van az ember, akkor igazából így nincs az, hogy definiálni akarom, meg megérteni, mert akkor már tudom. És az oda vezető utat nem tudom, mert ugye azt én megtapasztaltam, az elme lecsekkolta, és mindig le akarja makettozni magának. És ez miatt nem tudok újra a közelébe jutni, úgyhogy úgy visszaforduljon abba. Hogyan lehet oda jutni újra? Hogyan lehet onnan még inkább eljönni? Én ezt szeretném javasolni, ugyanis a múlt tapasztalatához visszamenni teljesen meddő vállalkozás.
akkor tudod megismételni a tapasztalatot, ha teljesen elfelejted. Nem tudsz visszamenni a múlt egyetlen egy pillanatába sem. Ezért kell az összes spirituális élményt elengedni, az elmének a rágyártott metarétegeit teljesen törölni, és ismét ebben a pillanatban láss tisztán, hajt tisztán, gondolkodj, érezz és cselekedj tisztán. Kész. Különben a múlt árnyai megesznek. És ezt javaslom mindenkinek, hogy legyen mindig jelen ebben a pillanatban úgy, hogy nem a múltra alapozza a spirituális gyakorlatát, hanem minden pillanatban kezdőként, teljesen kezdő szellemmel gyakorolja a meditációt, akár formálisan, akár informálisan. Az ég szerelmére nem minősítsük úgy a tapasztalatot, hogy a minősítés által át akarjuk hozni a jelenbe, nem fog sikerülni, egy csontvázat fogsz élő ember helyett tapasztalni. És ez a csontváz az te vagy. Miért? Mert a múlt bizonyos képéhez ragaszkodsz. És ez nem személyes itt most bárkire, ez egy habitus, ez egy olyan tudati szokás, amivel meg akarom örökíteni azt, amit a múltban tapasztaltam. Meg akarom menteni az abba befektetett munkát. Nem akarom mindig sziszűfoszi módon újrakezdeni az egészet. Nem akarok legördülni a hegyről, hanem mindig szépen fölfelé menni, és egy idő után fönn is maradni. Ez egy egészséges kívánalom, csak azt mondtam el, hogy nem megy. Úgy nem megy, hogy vissza akarunk menni a múlt tapasztalatába. Nem lehet. Aki eleget gyakorolt, az pontosan tudja, hogy a meditációs élmények és tapasztalatok jó esetben kapuk, amelyeken be kell lépni, és tovább kell menni. Nem szabad visszamenni a kapuba, mert rázáródik az emberre, és berámáz az ajtótok, és ott maradsz aktív szénbe lefagyasztva. Nem jó. Hogy ez a pillanat legyen mindig friss. Ez a tudat, amely most jelen van, ez legyen tiszta. És akkor helyesen ismerjük fel a helyzetünket, helyesen teremtünk kapcsolatot, és helyesen cselekszünk, mert igazi önvalónk szavak nélküli, minősítés nélküli tapasztalata sohasem hagy el minket. Valójában az összes karma illúzió, mert az összes karma teremtett. Ne gyártsuk rá ezt az illúziót a tiszta tapasztalásra. És akkor megszabadíthatjuk magunkat és másokat egyaránt a szenvedéstől, és ezáltal egy szeretettelibb, együttérzőbb és bölcsebb életet tudunk élni. Köszönöm a figyelmet!